Gaucsók és lovaik. Ezek a vakmerő és fáradhatatlan lovasok évszázadok óta a pampa hősei és a szabadság szimbólumai. Sok minden változott az évek során, de ők továbbra is ott élnek az argentin sztyeppe rónaságain. A férfiak, akik heti 60 órát ülnek nyerekben, és máig őrzik őseik életmódját a marhafarmokon. Lovak bűvöletében. Argentína. Az észak-argentin estanciában, vagyis tanyán, szombatonként választanak lovakat. A hét folyamán minden gaucho 6 különböző igás lóval dolgozik. Ezeket szombatonként pihentekre cserélik. Mindnek más a vérmérséklete, látja? Abból lehet tudni, hogy a ló engedelmese, ahogyan a gyeplőre reagál. Ez például nem követi. Ezek közül a lovak közül Don Pedro és emberei már hajtottak néhányat ma reggel, de van köztük olyan is, amelyet még nem próbáltak betörni. Ezekkel a lovakkal különösen óvatosan kell bánni, finoman, nehogy pánikba essenek. Gyakran hónapokba telik, míg munkára lehet fogni őket. Hétvégenként a nagy ünnepek fő látványossága az, ahogyan ezeket a lovakat első alkalommal megülik. A lovak kiválasztását a gaucsókra bízzák. Természetesen mindegyiküknek van kedvence. A kriolók engedelmesen végzik a dolgukat, már megszokták ezt a szertartást. A kriolók a gaucsók igáslovai, azok leszármazottai, amelyekkel Kolumbusz meghódította Dél-Amerikát. Mielőtt visszaviszik őket a pampákra, a lovak fertőtlenítő fürdőt kapnak, hogy megvédjék őket az élősködőktől. A farmon 4000 szarvasmarhát és több mint 300 lovat tartanak, de mindössze 15 gaucho dolgozik itt. Az ifjú Juan már az alapoktól tanulja a mesterséget, folyamatosan apja mellett van. Egyszer Rodrigo nyitva felejtette a kaput, a következő héten pedig nem volt mivel dolgozniuk. A hatalmas farm lovak nélkül nem működik. Motor vagy traktor nem tudja helyettesíteni őket. Maté te a szünet. Ez egyfajta rituálé a munka után. Ma a gaucsóknak egyetlen dolog jár a fejükben. Jövő szombaton fiesztára megyünk Moncho Falconba. Fel kell rá készülnünk, mert mi vezetjük majd oda a többieket, hogy megmutassuk, mit tudunk. Mindennek rendben kell mennie. Melyik lovat viszed majd? Colorado-t. Colorado-t?
Ese va a ser el jurado. El señor Villordo. ¿Te gustó? Está lindo, ¿no? Un aplauso. Lazarónak a lasszó olyan, mint a karja meghosszabbítása. Nem kevesebb, mint 13 méterrel. A bőrszíjakat több napi munkával nedves állapotban fonják össze. Ma délután ivartalanítják a fiatal marhákat. A 66 éves Mariano vitathatatlanul mestere a lasszó forgatásnak. Ritkán hibázik. Juan még túl fiatal ehhez. A lasszó használatához tapasztalat és szakértelem szükséges. Nagyon balesetveszélyes. Apám nem engedi, hogy használjam a lasszót, mert megsérülhetek. A hurok is nagyon nehéz. Ha megragadnék vele egy tehenet, és az nekem jönne, leütne a lóról. A marhák messze, a pampa mélyén legelnek, 30 kilométerre a farmtól. A gaucsók csak lóval érik utol őket. A borjak szarvrügyeit leégetik, hogy később ne árthassanak egymásnak. Apa, én is lasszózni akarok. Majd eljön annak is az ideje. Ha eldobod a lasszót, jó messze el kell tartanod magadtól, nem hibázhatsz. Egy, kettő, három, és lendítesz egy nagyot. Különben megüti a karod. Így kell körözni vele, nézd. Ez az, jó vagyok. Jó volt? Még egyszer megpróbálhatod. Igen, jó gaucsó lesz belőle, mert élvezi. Ha valamit örömmel csinálsz, könnyebb megtanulni. Még csak 6 éves, de ért a lovakhoz. A lasszót viszont még nem tudja eldobni, mert gyenge és rövid a karja. De majd hamarosan sikerül neki. Néhány borjat egy idő után ivartalanítani kell. A sült bikahere igazi gaucsó csemege. A munka véget ért. A gaucsók lemossák lovaikról a pampaporát. Azok kifejezetten élvezik a csutakolást. Az ifjú Juan alig várja, hogy felkészíthesse hátasát a lovas versenyre. Holnap gyakoroljunk a hordókkal! Alaposan dörzsöld át, hogy minden kosz lejöjjön róla. Figyelj csak, így. Nézd csak, milyen tiszta, hogy csillog. Jól keféld át. Szombatra csúcsformában kell a lovadnak lennie. Már ha nyerni akarsz, mindent meg kell tenned érte. Régi gaucsó trükk. Az orrlyukakba kell fújni, hogy a ló megszokja a fiatal Juan szagát, és bizalmába fogadja.
2000 kilométerre délebre. Az argentin lovaspóló játékosok világszerte verhetetlenek. José Latirigoye egyike a legjobbaknak. És még egyszer jobbra. Most pedig balgalop. José tudja, hogyan kell bánni egy pólós lóval. Olyanok, mint az autók. Képesek lassulásra, gyorsulásra, vagy akár egyenletes sebességre, mintha négy különböző kerekük lenne. Még hátrafelé is tudnak menni. José farmján Ameghinóban nem csak tenyésztik, hanem ki is képzik a versenylovakat. Jelentős mennyiségű állatállományt edzenek. 4-6 évig is trenírozni kell őket, a végeredmény még így is bizonytalan. A csikók mindössze 5%-a lesz alkalmas az argentin pólóra. Kicsit magasra emeli az előső patáját. Elég makrancos. Össze-vissza ugrál. Olyan hátasokat keresünk, amelyek olyanok, mint az atléták. A lovak makrancosak, óvatosan kell bánni velük. A csikók nagyon sokat szenvednek a képzés során. Alapvető fontosságú, hogy a megfelelő emberek dolgozzanak velük, mert érzékeny lények. Ezért fontos az, hogy a fiatal lovászok szeressék a lovakat. Daniel a vezető kiképző Ameghinóban. Szakterülete a csikók betörése. Ennek a gyakorlatnak pont az a célja, hogy megtörje a csikó akaratát, hogy lefeküdjön a földre, hogy megadja magát, és megbízzon az emberekben. Az ellenállása csökken, enged, de legyen rá gondod. Nem jó az irány. Ha errefelé esik, feldühödik. Most, hogy megadta magát, védtelen. A lovak szabad állatok, számukra nincs rosszabb, mint hogy nem menekülhetnek el. José pontosan erre akarja rábírni. A póló lovak tenyésztése nagy szakértelmet és türelmet igényel, de nagy adag szerencse is kell hozzá. Szerintem a legjobb kombináció az, ha apának egy bizonyos jellemzőkkel rendelkező mént, anyának pedig egy nagyon engedelmes kancát választunk. Akkor számíthatunk rá, hogy a szülők a legtökéletesebb csikót hozzák össze, de természetesen a végén megeshet, hogy a legrosszabbat. Lutri az egész. Azt várod, hogy minden a legjobban sikerül, de a legtöbb esetben sajnos nem. De akár igen, akár nem. Fantasztikus ez a munka. Daniel szándékosan keresi a fizikai kontaktust a lovakkal. A gyomruk kényes helyein simogatja őket. Ők pedig tűrik. Később, ha őrült iramot diktál a pólójáték, tökéletes lesz a bizalom ló és lovasa közt. Ez egyfajta gyakorlás. Érzik, hogy itt vagyok, és nem ijednek meg. Pre
Korábban a tradicionális szelídítés szerint erőszakkal törték meg a lovak akaratát, de ma már nem használják ezt a módszert. Semmilyen esetben sem alkalmazunk erőszakot. Mindent szeretettel és türelemmel csinálunk. Épp úgy, mint az embereknél. Ha bántod őket, fellázadnak. Ha szeretettel fordulsz feléjük, engedelmeskednek. A lovak talán nem beszélnek, de mindent értenek. Daniel egészen alkonyatig dolgozik. A Buenos Aires-i pólószezon néhány nap múlva elkezdődik. 14 lóval indulnak az argentin fővárosba, onnan aztán körbeutazzák a világot, hogy különböző pólóversenyeken vegyenek részt. Kilométerrel arrébb nyugatra járunk. A város La Plata. Negra, egyik a sok ezernyi kartonpapír és személygyűjtők a kartonerok lovai közül. A járműveket állatok húzzák, annak ellenére, hogy ez tilos a városban. De ez nem gátolja meg a kartonerókat abban, hogy estéről estére a központba hajtsanak, összegyűjteni a szemetet. Mint sok más argentin, Pitu és Marina is az utcára kerültek a gazdasági és banki válság miatt. Nem tudnának megélni kancájuk Negra nélkül. Minden este hazaviszi azt, amit gazdái kiválogattak a hulladékból. Pitu nagyon figyel, nem szeretne rendőrrel találkozni. Időnként, mint ma este is, meglepetés vár rá. Mi ez? Nézd! Még működik. Esa no se mueve. La otra negra. Uy, la negra sí. Másnap reggel a gyűjtögetők Marina otthonánál válogatnak. Előfordul, hogy 50 pezót, ami körülbelül 10 euró, de van, amikor csak a felét guberálják össze. Ez nem túl sok egy család és a lovak etetésére. Negra 10 éve él Marina családjával, de a kanca nem csupán egy igásló számukra. Marina családtagnak tekinti. Az évek során Negra nem csak 4 csikót adott a családnak, hanem sokkal többet. Szerencsések vagyunk vele. Kezdetben meg sem lehetett érinteni, annyira félős volt. Műanyag csörgés, papír zörgés, az autók lármája mindentől megijedt. Ő jelent számomra mindent, egy darabka belőlem. Ami az enyém, az az övé is. Fa, fémlemez, mindent hazahoz, amit hasznosítani tudunk a házunk építéséhez. Most Munekát, vagy ahogy ők hívják, a babát idomítja. Amikor Pitunak van egy kis szabad ideje, lovakat edz más kartonerók számára. Nem pénzért csinálja, hanem azért, mert szeret az állatokkal foglalkozni. Vásznat teszek a szájába, hogy ne fájjon neki, ha fékezek. Bő 3 hétig tart egy gyűjtögető ló kiképzése. Monika szemellenzőt visel, hogy ne riassza meg a város forgalma. Pitu egy autó gumiabroncsán állva húzatja magát vele, hogy fokozatosan hozzászokjon a kocsi súlyához. A Villa Alba nyomor negyedében hozzávetőleg 800 ló, póni, szamár és összvér segíti a gyűjtögetők életét, biztosítva a környéken élők megélhetését. Yeah.
Ez egy veszélyes terület. Nagyon elterjedt a kábítószer. Itt még a szemét is értékes árucikk. A telepen lemérik az ócskavasat, majd értékesítik azt. Dolores Oliva állatorvos, rendszeresen vizsgálja az állatokat. A nyomor negyedben sokak számára ő a megmentő. Az elmúlt 5 évben több mint 1000 lóról és összvérről gondoskodott. Ma Elena hívta el, mert a lován Pancsón egy régi horzsolás nem akar gyógyulni. Na lássuk, kitisztítottad, ugye? Szappannal és vízzel, igen, de nem javul. Jó, akkor lekezeljük. Itt a fertőtlenítő és a kötszer. Oliva doktornő régóta ismeri Helena 10 éves Pancsó lovát. Amikor egyszer valami megsértette Pancsó fülét és majdnem elvérzett, Dolores nem kért semmit a kezelésért. Helena örökké hálás lesz neki, hogy megmentette a lovát. És hogy van a füle, Helena? Jól, a műtét óta semmi sem zavarja. Szépen gyógyul a sebe. Nem fájlalja már, mint korábban. Igen, látom. Teljesen száraz, nem érte nedvesség. Villa Albában nincsenek orvosi rendelők, főképp nem állatoknak. Az, hogy egy állatorvos személyesen jön ide, több, mint szokatlan. Tudom, hogy a munkám nagyon veszélyes egy olyan helyen, mint ez. Erre rendszeresen figyelmeztetnek is. De nem vagyok ijedős. Az emberek bíznak bennem. Tudják, hogy segíteni akarok nekik és az állataiknak is. Én csupán azt szeretném, hogy mindegyikük rendben legyen. A nyomor negyed közepén Dolores Oliva hetente egyszer szabadtéri klinikát rendez be. Oliva doktornő az állatorvosi karon tanít, de az elmúlt 5 évben élete fő célja a kártonéró lovak gondozása lett. Con alma por los caballos, szívvel és lélekkel a lovakért. Ez az ő hitvallása. Miért jöttél? Mert megütötte magát, és fájdalmai vannak. Korábban is észrevetted? Itt is fáj neki. Igen, látszik, hogy megütötte. Talán egy régi sérülés, ami nem jött helyre. Adok egy kenőcsöt. Jól bele kell masszírozni. Nyugalomra és pihenésre van szüksége, amíg meg nem gyógyul. Mindent megtesznek, hogy tökéletesen működjön a hevenyészet lóklinika. Dolores Oliva nyilvántartást vezet minden egyes kezelt lóról. A legtöbb gondot a tisztántartás, az etetés vagy a túlhajszolás okozza. Dolores asszisztense vérmintát vesz minden egyes betegtől. A lovaknak tetanusz injekciót adnak, férgek és élősködők ellen fertőtlenítőt, valamint vitaminkoktélt. Azért hoztam el, mert sebes lett a szeme. Mi történt vele? Megsérült. Megütötte? Mikor történt? Nézd, a lovad erre a szemére nem lát semmit. Ráadásul el is fertőződött. Egyre erősebb lesz a fájdalma, és még jobban elgennyesedik. Mivel nem lát, előbb-utóbb neki megy valaminek. Meg kell műteni. Mennyibe kerülne? Az most nem számít. Ne aggódj, ha nincs pénzed. De ezt mindenképp kezelni kell. Megértem a helyzetedet. Elintézem a műtétet, máskülönben Santiago elpusztul. A legszomorúbb ebben a munkában az, hogy az állatok gyakran elpusztulnak, pedig megfelelő tartással ez megelőzhető lenne. A legrosszabb az állat elvesztése a családnak. Nagyon-nagyon nehéz nekik. The
A vadlovak megszelidítése a doma. Ez a legnagyobb kihívás a gaucsók életében. José, a kis Juan apja mestere ennek. Ezt a 3 éves lovat sosem érintette még emberi kéz. A hétvégén, a városi fiesztán, ezek közül a férfiak közül valaki megüli. A gyakorlatok célja, hogy leküzdjék a ló ember iránti félelmét, hogy az elkezdjen bízni bennük, még ha nem is teljesen önként. A lovak sörényének levágása az emberi világban a beavatáshoz hasonló. Ez a gaucsók jele, hogy az állat megtette a szelidítés felé vezető hosszú út első lépését. A domát követi a tradicionális maté szünet. A gaucsók tanácsokkal látják el az ifjú Juant. Juan szabadidejében a fák között gyakorolja a szlalomozást. A versenyen olajos hordók körül kell majd ugyanezt tennie. Természetesen abban mindenki egyetért, hogy ott gyorsabbnak kell majd lennie. Apja újra megmutatja neki, hogyan csinálja. Ugye nem felejtesz el figyelni a kerekhordókra? Szorosra kell fognod a gyeplőt, és nem szabad elveszítened az egyensúlyod. A ló nem kormányozza önmagát. Így körözzek. Tartsd röviden a kantárt. Nem ütközhetsz bele a hordókba. Ha mégis, akkor vesztettél. Ez a szabály. Délután a férfiak komolyabb feladatra készülnek. A helyi megbízott Marcos már összehívta az embereket. Orvadászok tűntek fel a környéken. Marhákra, krokodilokra és vízidisznóra vadásznak. Láthatatlan ellenséggel lesz dolguk. Körbejárunk, ellenőrizzük, hogy jártak-e a környéken rablók vagy orvadászok. Ha rájuk találunk, nagy meglepetésben lesz részük. A kis Juan annyira izgatott, hogy apjának kellő tanyerekbe segítenie. Ez lesz az első portyája. Lovakat szinte sosem lopnak ezen a 4000 hektáros birtokon. De az orvadászok épp elég egyéb zsákmányt találnak a természetvédelmi terület lagunáiban és mocsaraiban. Például vízidisznót, melyet előszeretettel vadásznak bőréért, hogy eladják a fekete piacon. Igen, pont így. Ez az. Két kézzel. Látjátok a majmokat? Nézd, ott a majom. Látod, Juan Cito?
A kerítés szétesett. Adjatok egy fogót. Valószínűleg egy állat törte ki. Egy darab hiányzik belőle. A farm állandó odafigyelést igényel. Marcosnak most épp elég embere van. De ez így is marad. Hogy mi lesz 20-30 év múlva? Igen, ha az elmúlt 30 évet nézzük, még mindig sok ember dolgozik a földeken. De ma már nehéz képzett munkásokat találni. A guacho rengeteg mindenre képes. Kerítést javít, állatokat olt, szelídíti őket, ért az ácsmesterséghez és hasonlók. Ezeket nehéz megtanulni. És a jövőben egyre kevesebb embert lehet találni majd, aki ért ehhez. Mi az? Ez egy krokodil. Megölték. Talán méreggel. Levágták a farkát. Jó nagy példány. Fejen lőtték. Egy öreg krokodil. Magukkal vitték a farkát. Egy darabka húsért ölték meg. Micsoda szégyen. Nézd, milyen gyönyörű. Akarod, hogy megtanítsalak lőni? Ahhoz még túl fiatal vagy. Egy fiú sose nyúljon fegyverhez. Veszélyes dolog. Napnyugtával José Latrigoye az utánpótlással foglalkozik. A pólós kancákkal várhatóan nem csak versenyeket fog nyerni, hanem csikókat is remél tőlük, amiket eladhat. Ha tudod, hogy melyik kancától várhatod a legtöbb utódot, és tisztában vagy vele, hogy jó formában van, hogy képes végigjátszani a póló meccset, ha mindezt tudod róla, akkor van értelme, hogy szaporítsd. A kanca részt vesz a játékokon, te pedig csikókat kapsz tőle. A lincolni embryo farm a világ legnagyobb lótenyésztő helye. Évente több mint 10 000 csikó születik itt mesterséges megtermékenyítéssel. Béranya hordja ki őket. José egy különleges csődör, tripla X a telivér miatt jött ide. Ki akarja használni értékes genetikai adottságait az egyik kancáján. De a kanca sosem találkozott tripla X-el. Az egyetlen feladata tripla X felizgatása, hogy megoldódjon a probléma. Behatolás viszont nincs. A tenyésztő tripla X spermáját egy áll vaginában fogja fel. Az embriófarmon a laboratóriumban azonnal megvizsgálják a spermát. Tökéletes, kiváló minőségű. Más részről az is megerősítést nyert, hogy ideális az idő José kancájának mesterséges megtermékenyítésére. A petefészekben 2-30 milliméteres petét lehet látni. A mi is teljesen egészséges.
Röviddel később a megtermékenyített petéket kiveszik a kancából, hogy beültessék őket egy béranyába. Nincs rá garancia, hogy az utód, ami 11 hónap múlva világra jön, jó pólójátékos lesz. Josék a Meginóban felkészültek a póló szezonra. Daniel összecsomagolja a 14 ló kantárját, nyergeit és a felszerelést. A pólóütők kiválasztása José feladata. A lovas póló a játékok királya. Költséges és cseppet sem könnyű, de egyedülállóan elbűvölő. Valóban rendkívüli sport. Állatokkal dolgozni, a hely, a vidéki táj, ezek mind boldoggá teszik az embert. Hónapokkal ezelőtt José lovai még élvezhették a pampa zamatos, lédús zöld füvét, de nem mindegyikük tér ide vissza. A legtöbb pénz a külföldi pólóversenyeken értékesített lovak eladásából származik. A verseny útvonala érinti Pakisztánt, Barbadost és Bruneit. A kiindulási pontja 450 kilométerre van Buenos Airestől. Azért, hogy biztonságosan odaszállítsák őket, Daniel leköti a lovakat, hogy ne sérüljenek meg. Az út során a kamion sokáig nem áll meg, a lovak idegesek lehetnek. A Buenos Aires-i lóversenypálya a mamutváros közepén található. 1500 telivér él itt segédekkel és zsokékkal. José állatorvos barátjával, dr. Hernánnal érkezett, hogy megnézzen egy telivérményt. A ló lábsérülése óta nem alkalmas a versenyzésre, de tenyésztésre kiváló. Az orvos megvizsgálja a patát, nincs-e rajta fertőzés. De úgy tűnik, minden rendben van. Rendben van. Nem érzékeny. Jól hangzik. Mi a helyzet a bölcsességfogakkal? Itt vannak. Ezek még tejfogak. Tejfogak? Csak az első kettő. Úgy tűnik minden rendben. A további vizsgálatokat a versenypályán folytatják. A legfontosabb, hogy hogyan mozog. Ha a ló túl magasra emeli a patáit, azzal időt veszít. Persze, közel kell maradnia a talajhoz. Ez a ló jó vétel lenne, igaz? Igen, tökéletes. Semmi gond vele, minden rendben van. Zsokéval együtt kéne megvenned. Na, náhogy vele. 30 ezer dollár baráti ár. José a szezon végén talán megengedheti magának. Ma délután kerül sor a szezon első meccsére. Hamarosan elkezdődik. Most majd kiderül, hogy a hónapokig tartó felkészülés megérte-e. Hogyan játszunk? Ő lesz az egyes, én leszek a kettes. Rendben. Ha pénzben játszunk, a gatyám is rámegy. Ha készen álltok, kapjuk fel a labdát és kezdjük el. Hány pontig megy?
Hosénak az első meccs mindig jó arra, hogy letesztelje lovai állapotát. Egy mérkőzésen 8 csaker, azaz 7,5 perces időszak van. Az állatoknak végig csúcsformában kell lenniük. Mögötted! Lemaradt, 3-1 ellen! Egy! Rögtön az első csakerben Hosénak sikerült látványosan kitörnie, és legnagyobb örömére gólt szereznie. Fantasztikus! Keményebben, üsd meg, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, mi lesz már, gyerünk! Vissza! Szép volt! Nagyon jó! A negyedik csaker befejezése előtt Hosé csapata vezet. A lovaspóló nagyon fárasztó sport. A folyamatos sprintelés és megállás rendkívül megterhelő. A lovaktól és a játékosoktól is a maximumot igényli. Hosé csapattársának bukása miatt az ellenfél előnyre tesz szert. Egy pillanatra úgy tűnik, a szerencse elpártolt tőlük. De aztán az utolsó csaker alatt ismét fordul a kocka. Egy tiszta győzelem, és sikeresen indul a szezon. Dolores Oliva doktornőnek hosszú napja lesz. Betegeket látogat a Villa Albai nyomornegyedben. A guberáló Pitu otthonához kíséri őt. Aggódik fiatal lova Muneka miatt, akinek kiképzése az ő felelőssége. Nos, mi történt? Azt hiszem, fáj a gyomra. Egész éjjel ide-oda forgolódott. Még reggel is a földön feküdt. Evett tegnap valamit? Tegnap semmi baja nem volt. Aztán elkezdte dobálni magát a sárban. Mikor evett utoljára? Tegnap, mikor elvittem legelni. A belei korognak. Rengeteg levegő van benne. Evett kukoricát vagy kenyeret? Igen, adtam neki kenyeret. Sokat? Csak egy szatyornyit. A zsákot is megette? Nem, azt nem. Na jó, adok neki gyógyszert, meglátjuk, hogy a segít-e, kap egyet a gyomorfájására. Rendbe fog jönni, Dolores. Igen, a gyógyszerektől megnyugszik. De folyamatosan figyelni kell. Meg kell nézni a székletét is, és gondoskodni kell róla, hogy sok vizet igyon. Nincs kiszáradva, de sok folyadékra van szüksége. Értem. A fiatal Monekának nincs sok ideje a gyógyulásra. A lovak élete az emberektől függ, ahogy az emberi a lovaktól. Így még aznap délután Muneka La Plata felé üget Negrával, az öreg kancával, hogy szemetet hozzon a nagyvárosból a nyomornegyedbe. Anatómia óra a La Platai Állatorvosi Egyetemen.
Dolores Oliva előadást tart a kartonozók lovairól. Gondoljanak bele, a kerekek, amik régen a kocsikat húzták, hatalmasak voltak. Ma már gumiabroncsot használnak, ezek sokkal kisebbek és könnyebbek. Ez viszont azt jelenti, hogy a vonórúd nem párhuzamos a talajjal, és ezért a lónak sokkal több erőt kell kifejtenie. Az állatok háta, ágyéka, a hátsó lábak, a végtagok ízületei sérülhetnek elsősorban. Meg kell érteniük, hogy ez nem a rossz indulat, hanem a tudatlanság hibája, és ennek tükrében kell a helyzetet kezelni. Most menjenek, a következő órán folytatjuk, rendben? Egy délutáni műtét. Az egyetem állatorvosi karán felállítottak egy műtőt, ahol elsősorban lovakat kezelnek. Általában az olyan szegény cartonero lónak, mint a félszemű Santiago, esélye sem lenne az itteni kezelésre. De Oliva doktornőnek gyakran sikerül meggyőzni a kollégáit, hogy ingyen végezzék el a műtétet. A cartonero ló elvesztette a szemét, mert megsérült. A műtét nélkül valószínűleg belehalna a fertőzésbe, miközben továbbra is húzná a szekéren lévő szemetet egészen a keserű végig. Az álmom, hogy segítsek ezeknek az embereknek és állataiknak. Nem gondolom úgy, hogy helytelen a lovakkal kocsit húzatni. Ami rossz, az az, hogy túlhajszolják őket. Nincs azzal gond, ha a hátasokat dolgoztatják. Máshol ugyanúgy használják őket, csak épp sportra. Én csupán annyit szeretnék, hogy ezek a családok ne csak a munkaeszközt lássák az állatokban, és ne használják ki őket vég nélkül. Hogy jobban odafigyeljenek rájuk. Indulhatunk a versenyre, Juan? Mit fogsz majd csinálni? Lesznek lányok is? Egy hozzád való? Remek nap lesz. Sokat szórakozunk. Argentína vadsíkságain a siesta a legjobb módja annak, hogy találkozunk barátainkkal, és hogy új híreket cseréljünk. De mit csinál a gaucho, miközben ott a sok bor, nő és zene? Teszi, amihez a legjobban ért. Az állatokkal foglalkozik. Amíg Juan idegesen várakozik, hogy részt vegyen a hordófutamon, elkezdődik a kriályok bemutatója, azokkal a lovakkal, amelyek egy héttel ezelőtt még vadak voltak. Lázaro csatlakozik hozzájuk elsőként. Végre elérkezett az idő, Juan nagy pillanata, a hordófutam.
A barátok és akik végig támogatták őt, szurkolnak. Marcos, a pártfogója pedig az utolsó tanácsokkal látja el. Még ellenfele Pimas viselkedése sem tudja kizökkenteni nyugalmából a kis Juant. Igazi fej-fej melletti a küzdelem. Félúton úgy tűnik az ellenfél vezet, de ekkor Juan vesz egy utolsó nagy lendületet, és megszerzi a győzelmet farmjának. Ezzel tökéletesen ért véget a nap, főképp Marcosnak, a pártfogónak. Nem is tudom, hogy magyarázzam. Az élet maga a szabadság. A munka a birtokon, foglalkozni a lovakkal, az állatokkal. Mindez boldoggá tesz, és én boldog vagyok. Ezt az életmódot kell folytatnunk, és akkor nagyon sokáig boldogok is maradunk. Ez biztos. Közreműködött Pál Tamás. Munkatársak: Nikodém Norbert, Vörös Andor, Belicki Emília, Kofler Gizi. A magyar változat a Digi Kft. Megbízásából a Film Sound Stúdióban készült 2013-ban.